Mazsész elnöke 3-4 éve vagyok, és meghirdettem azt, hogy nagyobb, vagy még nagyobb figyelmet fogunk fordítani a vidéki közösségekre. Én nagyon örülök, hogy itt most nem csak a nagykanizsai Kile van itt, hanem itt vannak Pápáról, Szombathelyről, Kaposvárról, Zalaegerszegről, akiknek a problémáival, gondjaival vidéki zsidó emberként, hiszen Győrből származom és Kecskeméten éltem le életemnek jelentős részét, és mint egy 33 éve ott vagyok hitközségi elnök, pontosan tudom, hogy a vidéki zsidóság mivel küzdünk nap mint nap. Tudjuk azt, hogy a környezetünk az segítőkész, főleg ezekben a városokban, és értik a nehézségeinket, problémáinkat. Itt, ahogy a elnök asszony, elnök úr tájékoztatott, nagyon jó kapcsolat a város vezetésével, országgyűlési képviselő úrral, és úgy gondolom, hogy ennek így kell lenni. Ezen van egyébként a Mazsész jelenlegi vezetése, és ezen vagyok én is, hogy minél jobban tudjuk megélni a zsidóságunkat ebben az országban, és kiki egy-egy városban, ahol éltek a felmenőink. Ezen dolgozunk. Nem húznám az időt, főleg azért, mert nincs olyan meleg. Még egy dologról szeretnék beszélni, illetve amire megkért a lányok asszony, mivel tegnap volt a nemzetközi holokauszt emléknap, amelyet ugye szombat lévén általában vagy előtte egy nappal, vagy utána egy nappal emlékezünk meg erről az eseményről, Auschwitz-Birkenau felszabadításának évfordulójáról. Úgy gondolom, hogy néhány gondolatot még ebben a hűvösebb időben is illik elmondanunk, főleg ott, abban az épületben, ahol a felmenőink Istenhez fohászkodtak nap mint nap. És akiket elpusztítottak, meggyötörtek, akik véletlenül halált haltak azért, mert, csak azért, mert zsidók voltak. És úgy gondolom, hogy nem csak emlékeznünk kell, hanem előre is kell néznünk, meg nyitott szemmel kell járnunk napjainkban is a világban, hogy még egyszer ne fordulhasson elő mindaz, ami ővelük megtörtént, főleg akkor, amikor azt látjuk, hogy egyes helyeken a világban azért mégiscsak előfordulnak dolgok, fájó minden ember élet, különösen fájó Izrael népének minden egyes tagjának fájdalma, legyen az megölt, megsérült, vagy épp elrabolt, vagy éppenséggel csak családtag. Ha megengedik, néhány gondolatot elmondok még ezzel kapcsolatosan, és megpróbálom rövidre fogni. A holokauszt megemlékezéseken sokszor elhangzik az a szófordulat, hogy a vészkorszakban olyan rettenetes csapás sújtotta a zsidóságot, amihez hasonló nem történt az emberi emlékezet óta. A mondat második felével egyet lehet érteni. Hiszen a történelemben soha nem volt példa arra, hogy országvezetők, főhivatalnokok és állami szervek tervszerűen és összehangoltan gyilkolják meg ártatlan emberek millióit ésszel föl sem fogható gépies lélektelenséggel. A mondat első része azonban kiigazításra szorul. Ez a rettenetes csapás ugyanis nem csak a zsidóságot sújtotta, hanem az egész emberiséget. Nem csak az emberi életek lettek semmivé, de megtört az elrendelendő emberi jóságba vetett eszmeiség varázsa is. Kiüresedett minden nemes társadalmi eszmény, hiszen 1944-ben minden értelmes ember azt gondolta, egy olyan világban, ahol a halálgyárakat lehet működtetni, nincs értelme élni. Az otthonunknak hitvilág hamvadt el a haláltáborokban. De 1944 óta eltelt 80 év, és ha most körbe pillantok, hogy belenézek az emlékezők tekintetébe, akkor egészen más látok. Nem a halált látom,
hanem az életet. Nem az embertelenséget látom, hanem az emberit. Nem gépies lelketlenséget látok, hanem hívő érző szíveket és érzékeny lelkeket. Mert aki ma ide jött, az érző szívű és érzékeny lelkületi ember, aki tudja, egyedül nem fog menni, csak közösen vehetjük le egymás vállalról a fájó terhet. Azt hiszem, ez a gondolat vezérelte Nagy-Britannia egykori főrabiát, Jonathan Sacks rabit is, aki a holokauszt kapcsán ezt írta. Ha a zsidókat arra ítélték, hogy halljanak meg együtt, akkor nekünk nem arra kellene törekednünk, hogy megtanuljuk, hanem hogyan is éljünk együtt. Ezekkel az egyszerű szavakkal az angol rabbi valami nagyon fontos dolgot mondott ki. Olyasmit, amiben a mindennapok rohanásában nem is szoktunk gondolkodni. Ez pedig nem más, mint az. Az életet nem csak élni kell, hanem tanulni is. Meg kell tanulni élni, és meg kell tanulni együtt élni. A rabbi arra figyelmeztet, hogy a társadalmi együttélés nem eleve adott szükségszerűség, hanem tanulandó folyamat nem csak az ember, egyes ember életében, de minden nemzet, nemzetiség és kisebbség számára is.